10 éve indult el a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártyaprogram, melynek keretében a kihelyezett hitelek összege már a országos szinten elérte az 1000 milliárd forintot. Nehéz vállalkozás élénkítésről beszélni Magyarország esetében, hiszen egy nyitott gazdaság vagyunk, és nagy mértékben hatnak ránk a világgazdasági folyamatok, az, ami Görögországban történik, illetve az egész eurózóna válsága. Mégis úgy gondolom, hogy az egyetlen lehetőségünk az, hogy a hazai KKV-szektor tudja vinni előre a gazdaságot. Tolna megyében eddig 8442-en éltek a Széchenyi Kártyaprogram hat eleme közül valamelyikkel, így az átadott kártyák száma elérte az 5431-et, illetve a kihelyezett hitelek összege megközelíti a 29,5 milliárd forintot. Miután a hitel szüke van ma Magyarországon, elsősorban a vállalkozások területén, a kártya ma már pótolhatatlan, hiszen nem csak, hogy hitelt ad, hanem kedvező kamatozású, támogatott hitel kapnak a vállalkozók, és viszonylag egyszerűbb konstrukció ez, mint másfajta hiteligénylése. A Széchenyi Kártyaprogram indulásakor maximum 1 millió forintos hitelösszeg igénylésére adott lehetőséget. A működése alatt három alkalommal azonban emelték a limitet. 2003. júliusában 5 millió forintra, 2004. júliusában 10 millióra, 2006. májusában pedig 25 millió forintra. Ezt követően lendült fel igazán a kártya iránt a kereslet. Összességben azt kell mondani, hogy ez egy sikertörténet. A kis- és középvállalkozások része ez egy köldökzsinór, amelyen keresztül életben tudják tartani magukat, adott esetben fejleszteni is tudnak. A Széchenyi Kártyaprogram hiteltermékeinek forgalmazásába az évek során egyre több hitelintézet bekapcsolódott.